Kedves nézőnkönök, az ismerős látják a Pannon televízióban, kihelyezett stúdiónk helyszíne pedig Pécsett a Tudásközpontban található Csorba Győző könyvtár. Vendégem pedig dr. Hongyi Kodrát, a Golesztál együttes alapítója és vezetője, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Az együttes nagyon-nagyon régóta ismerik itt Pécsett szélesebb régiónkban, és voltatok már az Emirátusban is, és külföldön is koncertezni. Találkozásunk apropója pedig nem véletlen, hiszen te most hazajöttél néhány nappal ezelőtt, november 29-én, hogy próbálj a zenekarral, mégpedig azért, mert egy nagyon nemes feladatra készültök. December 19-én lesz egy jótékonysági koncert, a Pécsi Dan Alapítványos Gyermekek javára ajánljátok fel a bevételt. Dubájban dolgozol sebészként, ez egy óriási távolság Pécs és Dubáj, mégis úgy tudom, hogy 15 éve ingázol és vállod ezt a fajta feladatot. Mennyire nehéz elszakadni a munkától és hazajönni most próbálni koncertezni? Először is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, és hogy leülhetünk kicsit beszélgetni. Hazajönni nem nehéz, soha mindig könnyű hazajönni, de munkától elszakadni úgy hivatalosan, hát tudom én, mert az ember megengedi magának a szabadságot, meg szóval az, hogy mennyire tud távol maradni a betegektől. Az egy kicsit nehézkes, de szeretettel, nagy erővel. Az ember ezt vállalja, és jó ide jönni, hazajönni mindig, úgyhogy mindig repülővel jövök, de akár a repülőn belül is én meg repülök hazajönni, úgymond erre. Úgyhogy... Hány órás út ez? Hány órás út? Most már olyan 5 és fél óra. Erre felé 5 és fél, vissza 5 óra. Szükséges aklimatizálódni a szervezetednek? Tehát álmos vagy, kialudtad magad, nem? Megfordul beled a világ, hogy vagy ezzel? Nem, igazán nem, mert nem akar az óra eltolódás, mint mit tudom én, Észak-Amerika, meg ahol 15 óra, 10 óra. Itt körülbelül attól függ, hogy van az óra beállítás, 3 óra vagy 2 óra, és az így. Nem igazán. Főleg, hogy az ember úgy éli az életet, hogy mindig ügyeletes, úgyhogy igazán nem okoz gondot. A zenekarra mikor találkoztál utoljára? Tegnap előtt. Ezt megelőzően. Ez nem ott voltál. Igen. Ez megelőzően, tehát milyen gyakran tudtok próbálni, találkozni, szakmaizni? Igen, kicsit mindig az a kérdés, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, hogy ilyen az ember ekkora távolságban is működjön. És ez, hát Golesztánnal kapcsolatban minden egy kicsit olyan unikális. Ez a dolog is, hogy én ott vagyok, ők pedig itt. És amennyire az időm megengedi, azt mondanám, hogy a szabadságomnak a 99%-át is esetleg itt töltöm Pécset, nem nagyon utazgatok jobbra-balra, csak ha nem kell esetleg a szakmám miatt valami konferenciába részt vegyek. Így, de működik ez a dolog egyrészt, mert ez egy nem mindennapi zenekar, mert csak zenélünk, ami hát ez egy baráti kör. Ilyen családi szinten inkább azt mondanám, ez egy family. És sok dolgot megoldja ez a nagy szeretet, ahogy létezik, és az ember feláldozza sok minden. És ez a feláldozás, önfeláldozás több oldalról van, ez 360 fokban működik a zenekarban. És azért van az, hogy mi mindig itt vagyunk. És érdekes az, hogy hát ebből a 20 évből, lassan 20 éve működik a zenekar, akkor 15 éve én kint vagyok, és azt gondolom, hogy nagyon sok dolgokat együtt létrehoztunk, csináltunk, sok album, sok fellépés itthon, meg kint is, ahogy említettem, az Németországban, Törökországban, Angliában, meg Dubájban voltunk 5 alkalommal, most 6. alkalom épp, hogy ott lóg a levegőben. Közel 20 éves a zenekar, 2001-ben alakultatok, hogy közel 2 évtized alatt mennyire sikerült ugyanazt a csapatot összetartani? Volt-e fluktuáció, jöttek-mentek esetleg zenészek? Mi jellemző rátok? Az, ha jól értem a kérdés, az, hogy mit tudom, a zenekar tagok ugyanazok, vagy nem. Nem, változás mindig van, hiszen 20 évig egy zenekar úgy működjen, hogy minden tag ugyanúgy lezene,
az nem működhető, az élet nem olyan. Már semmi sem maradt úgy, és mindig dolgok változnak, az emberek is, az élethelyzetek is. Meg valahol egyfajta szűrőrendszer is, akármilyen dologban részt veszünk, akármilyen projekt az egyrészt, mert vagy az ember belefárad valamibe, és nincs meg annyi energiája, vagy úgy gondolja, hogy most már nem tud megfelelni bizonyos normáknak, meg ilyen, aki ott tud csapatként működni, és nem lesz olyan dolog, ami miatt muszáj egyáltalán elválni, mert voltak, akik már nincsenek úgy zenekarban, de ez szakításuk az időzőjelben olyan volt, mint egy szerelmi szakítás, és az nehéz is volt nekik is, nekünk is, de végül is a repülni az megy. Szóval a repülés, van egy költőnk, azt mondja, hogy gondolja a repülésre, mert a madár az mullandó. És én azt gondolom, Golestánban van egy ilyen fajta eszme, filozófia vagy koncepció, ahogy külföldi szavakat is használjam, hogy ez nagyon erősen működik, és akkor mi kapaszkodunk ebbe a dologba. És fontos nekünk, belül. Számomra az életem, azt gondolom az életem értelme a Golestán. És gondolom vissza, hogy ahogy indult a Golestán ebben a városban, ez megéri egy nagy könyvet is egyszer talán. Le fogom írni, és ez azért fontos, mert vannak, akik vágynak hasonló dolgokra, és akkor talán tud segítségre szolgálni, hogy mi hogy jártunk, mi hogy együtt kapaszkodtunk egymásba, és miként és kitől kértünk segítséget, és segítségek honnan jöttek, és egyáltalán hogy tud talpon maradni egy ilyen dolog. Ami nem könnyű, mert manapság azt mondanám, ilyen kulturális dolgon megélni, az nem lehet, mert ez nem egyfajta üzlet, az egyfajta munka, hogy megélhetési forráspont, és nem annak legalább, aki csinálja talán. Az első 20 évben biztos, hogy nem. بلبلی مسته و خود گل گفتگوه گرچه این صحرا و جودک از بهشته از بهشته دلت دل بابا نگشته. Perzsa és a magyar népzenes stílus elemei keverednek, találkoznak a ti zenélésetekbe. Te perzsa származású vagy, viszont magyar muzsikusokkal dolgozol együtt. Ezt talán esetleg ezzel hozható össze, hogy mindannyian, mindkét oldal beleteszi a saját zenei érzésvilágát, és ezáltal, amikor íródik egy új dal nátok, akkor ezért lesz ilyen? Amikor már két emberről van szó, bármilyen társaságban, ott már két kultúra, akár egy földrajzilag azonos helyzetben is, azt mondanám, a két pécsi ember összeáll, az is már két kultúra, valahol én így fogalmazom. De ha klasszikusan gondolkodunk, akkor ez egy keresztkulturális feladat, nézőpont, vagy csak egy helyzet. Mi nem terveztünk, vagy én nem terveztem, hogy egyszer lesz egy zenekarom, és akkor ilyen nevet fog kapni, ilyet fog csinálni. Egyrészt az, hogy én nem vagyok zenész, nem tanultam, úgy mondanom, nem tanult zenész vagyok. De valami vágyam volt valahol mindig, hogy szeretem valaki kifejezni önmagam valamilyen formában, és akkor meglettek az eszközeim úgy szerencsére. Hogy kérdésedre válaszolva, hogy a zenevilág, a két különböző zenevilág, az először bennem úgy alakult, hogy
valahol hallottam azt a dalt, hogy indulj el egy úton. És valahol azon a részen úgy éreztem, hogy ez mennyire ismerős ez a dallam meg, és tudtam úgy csatlakozni. Egy olyan, hogy az ember alig tud úszni, és akkor talál egy medencét, vagy akkor beleúrik, és akkor szépen úszik. Nekem ilyen volt. És kíváncsi láttam, mondom, hogy is van az egész. Persze hosszú téma lenne az a dologgal ötvözni ezt a dolgot, hogy megkeresem a magyarok eredetét, hogy a nyelvileg, népileg, hogy hogyan jön kapcsolatba, vagy összefonódik az irán vagy a perzsa néppel. És ez itt mutatkozik teljesen. Aki szeretne meg kutatásokat csinálni, itt a Volesznán is egy példa arra, hogy itt lehet sok kérdésre választ kapni. Mi nem terveztünk előre, hogy ilyen world music-et csinálunk, hanem ez így alakult az én világom, szóval My World és a pécsi barátaimnak a világa így egyben. Még annyit elmondom, talán lehetne ezt még belerakni a beszélgetésben, hogy vagy mi nem szoktunk leírni dalokat írni. Én például én csak az életemet leírtam mindig, az életemet. Ez egy önéletrajz, csak vers formában, és megzenésítve. Körülbelül így. Én azt hallottam, de javíts ki, ha nem jók az információim, hogy annak idején egy fotókiállítás volt az, ami hát kialakította benned azt az érzést, hogy egy zenekart hoztok létre. Szülőföldem Irán volt egy ilyen fotókiállítás még, és ott született meg ez az érzés, hogy legyen egy zenekar. Jó ez így? Ez teljesen így van. A dátumot nem fogom mondani, mert abból kiderül, hány éves vagyok. Rég, igaz se volt. Igen, a pécsi ifjúsági házban akkoriban. Az egészet úgy, talán Tám László, nem is talán, pontosan Tám László indította bennem, mert én fényképezgettem, én szeretek fotózgatni, és egyszer azt mondta, hogy csinálok egy fotókiállítást neked, és akkor azt mondtam, hogy miért, azt mondja, hogy ezek a témákhoz mi nem fogunk oda fotósok hozzáférni, meg szóval a te alanyait, vagy a tárgyait, vagy azok olyan egy nyugati ember, egy fotós, akár National Geographic-ból nem biztos tud ilyen helyekre menni, sőt. Szóval bátorított arra, és akkor mondom, miért nem. Nyilván volt ennek egy elfogadó talaja az egésznek, meg a barátaim mindig kíváncsiak voltak ott fotókra, meg az honnan jöttem, igen, és gondoltam, hogy miért és ne, hát akkoriban nem működtek ezek a eszközök, amit vannak, a internet és a többi, és így megcsináltunk a dolgot, Tám László barátom azt mondta, hogy a megnyitón legyen zene. És akkor mondtam, persze, hogy hát hozzuk bármilyen zenét, amit akart, azt mondta, nem, nektek kéne zenélni, pontosan neked kell zenélni. És bár én nem akartam, mert minket megtanítottak arra, hogy az ember egy kicsit földön maradjon, és akkor egy kicsit ilyen alázatosabban, úgyhogy most megyek az én kiállításomon, én ott leszek, én forrójázok, mondjuk én táncolok, én minden, szóval egy kicsit lassan a kis testelőcsém, ilyen jellegű mentalitással, és ő pedig azt mondta, hogy rosszul látod a dolgokat, ha lenne olyan zene, hogy jobban tudja kifejezni a dolgaidat, és akkor közelebb viszel a hallgatóságodat, vagy az érdeklődőket a saját világodhoz. És így alakult körülbelül, úgyhogy tudta annak idején, hogy ilyen furuljázok, ilyen perzsa pásztor nád furuja, és annak idején
Molnár András, aki Golestán tagja lett annak idején, ő vele szoktunk mi találkozni, és ilyen zenedarabokat összeállni, ő gitáron, még forróján, és megkértem, van egy bizonyos régi népdal, és mi lenne, ha megnyitaná, előadnánk. Ő akkor szólt, hogy azt mondja, hogy ő neki vannak még barátai, aki tudnak esetleg csatlakozni hozzánk. És akkor így jött a képbe Bogárdi Aliz, Bavarci Bulcsú, Kerekes Kornel, így alakult. A Golestán jelöltünk egy dalt, és akkor éreztem, hogy nem szabad elengedni ezt a társaságot, ezt a baráti kört. És onnan van a Golestán. És ti milyen hangszerekkel játszottok? Magyar és saját tradicionális iráni hangszereken esetleg? Hát van ez a nép furója, amin én rosszalkodom, meg bosszankodom sokszor. És azért van még hangszerek, amit szoktunk használni, mert van a pengetős hangszerek, tar, meg szetar, és van az út, az is keleti hangszer, valahol még ez az is régi-régi iráni hangszer. Ez így. Persze ez a magyar hegedű, bőgő, és a újabb dolgok, mint gitár, és a basszusgitár, meg a mi volt? Hát ilyen dobszerkók. Picit térjünk még vissza a zenekar tagjaira, ugye sokan úgy tűnik, hogy 8-10, hát mondjuk megnézhettem oda, az inkább tőled kérdezem, hogy jelen pillanatban hányan vagytok, és kik a zenekar tagjai? Ja, hát a zenekar volt, amikor már majdnem 12-en is voltunk, és hát ez változó. Voltunk állandó tagok, és voltak, akik néha, amikor tudtak, és vagy amikor szükség volt rájuk, vagy nekik volt szükségük rájunk, szóval ránk, bocsánat, ez majd kivágott. Szóval jelen pillanatban azt hiszem 7 vagyunk. Bogárdi Aliz, és ott van a Ritter, Zsófi, és akkor tovább megyek itt családilag, a Tóth Álmos, és akkor van a gitárosunk, Vég Robi, basszusgitáron, és kit hagytam ki, és két percussion corner, a Pilári Áron és a Bense Andor. Most a csajok, akik vokálként ott vannak velünk, ők pedig a vokapellából származnak. Vokapella. Lemondom milyen, mert ők csak vokapellák. Igen. És vokapellások. Hát a teljes neveket nem nagyon tudom, hogy Szavó Lívia, és akkor van a Nadine, és a Réka. Ha már a neveknél tartunk, a nevetek Golestán, ennek nagyon érdekes, szép csengése van. Én, ha jól tudom, ez egy tartomány irámba? Vagy miért pont ezt a nevet adtatok a zenekarnak? Honnan van ez? Amikor kezdtünk zenélni, én nem akartam, hogy legyen egy zenekarom. Az volt a vágyom, hogy legyen egy album az anyai nyelvemen, ami egy, nem egy írott nyelv, ez egy a régi perzsának az egyik fő ágazata, az az ecsom nyelv. És gondoltam, hogy jobb lenne, hogy ez, mivel ecsomul írom azok a verseimet, vagy mondani valamit, akkor mi lenne, hogy lenne megzenésítve, így könnyebb, mert nehéz leírni, olvasni. A megszokott perzsa betűket használva leírni, nehéz, mert akkor ilyen ékezetek betűk ellenek meg ilyen. Sokkal nehezebb, mint a magyar. Na, arról volt szó, hogy legyen neve a zenekarnak, hogy legyen zenekar. Miért? Mert mindenki azt mondta, hogy hát jöttek próbálunk, mi akartunk egy élőszerű lemezt fölvenni, és akkor ilyen automatikus módon alakult ez a zenekar. Egyszer észrevettünk, hogy mi együtt vagyunk zenél, és akkor aki látogatta a próbáinkat, mondta, hogy miért nem csinálunk egy koncertet. Akkor gondoltam, hogy hát zenekar, név nélkül nem zenekar. Hogy milyen név legyen, Golestánt válogatom, mert Golestán azt jelenti, hogy
virágos kert. Stán az a helyiséget jelzi, mint Magyarisztán, ahol magyarok vannak. A perzsáról mi Magyarisztánnak nevezzük. És a Golesztán, ahol sok virág van, virágos kert. De nem csak azért, mert mindenki virág, az igaz, de van egy filozófus, író, költünk, ami az első három között tartozik, a Szádi a neve. A Szádinek van egy kötete, az a neve, hogy Golesztán. Úgy gondoltam, hogy legyen valami, aminek szóval irodalmilag is van alátámasztva egy ilyen név. És a Golesztán egy nagyon-nagyon gyakran használt név, és van egy tartomány Golesztán, de talán az is azért alakult már, ahogy mi gondoltunk talán. Azért van a Golesztán. Sok mindenről tudnánk még beszélgetni, de azt mindenki meg akarom kérdezni, hogy 15 éve ingázol Dubáj és Pécs között, és de 17 évet itt éltél Magyarországon, itt tanultál az egyetemen. Hogy érzed így magad? Ez egy olyan erős dominás, ez a 17 év az életedben, mert bármi az, hogy visszajelsz még 15 éve. Hogy vagy te ezzel, hogy ezt így akarod egész életedbe, ezt az ingázást, vagy valahol egyszer majd megnyugszol, megállapodsz, hogyan tervezed? Foglalkoztál már ezzel gondolatban egyáltalán? Én nem foglalkoztam a gondolattal, de a gondolat nagyon sokszor velem foglalkozott, az biztos. Nem az évek számítanak, az is, de nem az. Az, hogy az attól függ, hogy az ember hol felnőtté válik, talán azt mondanám. Én a gyermekkorom egy részét töltöttem, mert az ember 20 évesen az ember még gyerek bizonyos tekintetből, az biztos. És azért most nem mondanám, hogy legszebb éveimet, vagy milyen éveimet, az éveimet. Az éveimet itt töltöttem. És nyilván ez nem maradt nyomon kívül. És én itthon érzem magam, igen, azt is tervezem, hogy itt valahogyan megnyugszom, de az, hogy egész életemet, az ember nem tudja, hogy meddig van, mi az, hogy egész élet, ki tudja. Még egy dolog, 19-én lesz a jótékonysági koncert, miért fontos segíteni, jótékonynak lenni, mondjuk ilyen gyerekeken, dankolós gyerekeken? Pontosan azért olyan fontos, mert ahogy nekem is a világ segített, az emberek segített. Valamikor tudok róla, valamikor nem tudok. És pont a Szádi azt mondja, hogy az emberség bizonyos tagjai részei egy egységnek, egy testnek. És ha testben egy szerv fáj, akkor az egész test bajban van. Az perzsául úgy hangzik, hogy Beni a demázó, hogy egy pékerent, keder áferénés, szíjeg góherent, csúzvi bedár dávarat rúzigar, deger ózvára nem anett karar. Meg közben elmondja, hogy egy forrásból vagyunk, egy helyről jöttünk. És akkor nyilván összetartozunk. És ez szerintem erről nem is kell beszélni, ez egy olyan dolog, hogy automatikusan kell, hogy menjen tovább. Az ember, ez egy ilyen oda-vissza működő dolog. Az ember, mit tudom, ajándékot valakinek, azt az érzést nem lehet helyettesíteni semmivel. Ajándékot adni sokkal jobb, mint ajándékot kapni, szerintem például. És akkor amúgy nem olyan szép a világ, ahogy szoktunk mondani, de ha összetartunk, és akkor figyeljünk egymásra, akkor
könnyebben elviselni bármilyen helyzetet, és talán szép is tud lenni. Köszönöm szépen, és köszönöm azt, hogy elfogadtad a meghívást a rövidre szabott néhány napod kapcsán, ugye ameddig most Magyarországon vagy. Visszautazol, aztán majd újra jössz december 19-én, és azt még nem mondtuk, hogy a Bóbita Báb Színházban lesz ez a hangverseny, és nagyon sok-sok kedves érdeklődőt várunk szeretettel. Én köszönöm a lehetőséget, és várunk szeretettel mindenkit. Kedves nézőnk, önök az ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!